Nem olcsó idén az eper, a termés nagy részét ugyanis elvitte a fagy. Volt olyan termelő, akinek egy hektáros földjén az eper 90%-a lefagyott. A gyümölcs terméktanács szerint már nem fog jelentősen csökkenni az eper ára idén. Már csaknem két hete tart az eper szezon, és egyelőre kitart az ára is. A zöldségeseknél alig lehet 1000 forint alatt találni epret. Van, ahol 1500 forintot is elkérnek egy kilóért. Hatalmas kocsisor az egyik pomázi eperföldnél. Sokan spórolnak úgy, hogy maguk szedik le az epret. Találtál pirosat? Ez párat. Még csak pár napja nyitott meg ez az eperföld, de megéri kijönni. Itt ugyanis 450 forintért lehet venni egy kiló gyümölcsöt. 50 forintot emeltünk az idei áron a tavalyihoz képest. Az időjárás miatt drága idén is az eper. Áprilisban ugyanis a szabadföldeken a termés felét elvitte a fagy. Nekünk olyan másfél hektáron okozott nagyon sok jelentős kárt a fagy, tehát ott olyan 70%-ba fagyott le egy másfél hektáros területünkön. Amúgy az összes többin egy olyan 50%-ot mondhatok, amit okozott a fagy. Évek óta gondot okoz a termelőknek az időjárás. Két éve a jég, tavaly a rengeteg eső miatt volt kár. A csapadék idén sem kímélte a földeket. Itt jól látszik, hogy sok gyümölcs még éretlen, de már rohad. Emiatt várhatóan nem csökken már jelentősen az eper ára. Ráadásul a külföldi eper sem viszi le az árakat, mert mindenhol kevesebb terem. A spanyolok kevesebbet ültettek, a görögöktől sem jön be annyi. Ausztriában, Németországban is komoly fagykárok voltak. Így nincs olcsó dömping áru eper, viszont a magyar termés, hogy kevesebb, ez megdrágítja például a szedést is, tehát 150-200 forint is lehet akár egy kilónak a szedési költsége. Azok a termelők, akik időben bejelentik kárigényüket, kaphatnak támogatást.